Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Abból indulhatnánk ki, hogy talán nincs is időszerű kérdés, mint Szent Korona misztériuma is talán kérdésével foglalkozni. Mivel hogy bebizonyosodott Magyarországon, hogy mit jelent idegen kölcsönből, idegenből kölcsönzött jog szerint élni, hogyan lehet visszajönni a hatalomnak, hogyan lehet kisemlízni az országot. Mindez nem lett volna lehetséges, hogyha a magyar nemzet visszafordul közüli hagyományokhoz, ha felfogja, hogy mit jelent a régen a Szent Korona tana, és hatályosnak tekinti. Ma is látni fogjuk, hogy miért. De nem csak ez a kérdés, hanem az is, hogy az egész kereszténység vesztesnek érzi magát. Vesztesnek érzi magát, mert rettenetes nagy kihívásra kellene válaszolni, hát erről a kihívásról biztosan sokszor beszélgettünk, csak most megismétlen. Fogynak, öregszenek a keresztény nemzetek. Beszélnek ma már német nemzethaláról, francia nemzethaláról, angol nemzethaláról, és legjobbjaik méltó választ szeretnének adni erre a kihívásra, és az igazi hagyományőrzők, ha gondolok most elsősorban, sőt meg is tudják állapítani, hogy a megoldás az lenne, ha vissza tudnának térni az éltető hagyományaikhoz. És amikor keresik az éltető hagyományaikat, akkor nem találják az utat. És akkor azt mondják, hogy hát, ha mégis van járható út valaki számára, és akár hiszük, akár nem, eszükbe jut, hogy annak idején valamikor egy nagyon nehéz helyzetben a magyar válasz volt a legméltó, hát, ha most is, és tanulták ők egyetemen, de most újra tanulmányozni kezdik a magyar közüli hagyományokat, és mindaz, ami a Kárpát-medencébe búvópataként jelen van, mert a Szent Korona annak idején átmentette, és akkor rádöbbennek, hogy az értető hagyományokhoz vezető út talán megtalálható magyar segítségével. Szóval rendkívüli nehéz helyzetünkben, nehéz kimondani, hogy mit mondanak rólunk, mivel itthon nem hangzanak ilyen magasztaló szavak, de elhangzik bizony, hogy vigyázó szemetek Magyarországra, hogy a Kárpát-medencére vessétek, mivel hogy itt vannak jelen búvópatokként, mi tanulmányozhatjuk a szerves műveltségben, népmesében. Az egész magyar irodalomban, az egész magyar mitológiában, az egész magyar történelemben, amelyről egyre többen mondják, hogy misztériumjáték, és nem véletlenül. Tanulmányozhatjuk ezeket a hagyományokat, amelyekre most már nem csak a magyarságnak van szüksége. A magyar politikusoktól nem sokat várhatunk ebbe a kérdésben, mert egyetlen parlamenti párt se vállalja a régi magyar közügyi hagyományt. De úgy érzem, hogy egyre erősödnek a hagyományok szerte a világon, Európában is, Amerikában is, és rá fogják kényszeríteni a magyar politikát, hogy magyar érdekű politikát folytasson, ha erősödnek, és erősödnek, mert egyre többen fogják fel, hogy nincs fontosabb kérdés manapság, mint válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne megküzdeni a rettenetes rémmel, a nemzethalál veszedelmével. Tehát mindabból, amit eddig elmondtam, az is következik, hogy a mai magyar életet nem a Szent Korona tana határozza meg, a mai magyar politikai és társadalmi életet. De tanulmányoznunk kell, mert jövendőnk csak akkor lesz, és az egész kereszténységnek csak akkor lesz jövendője,
hogyha méltóképpen meg tudja becsülni ezeket a közüli hagyományokat. És hogy miben állnak ezek a közüli hagyományok, hát erről lehet sok könyvet írni, de legjobb lenne legalább 10 kötetben összefoglalni, hogyha lenne, lehet, hogy lesz valódi történettudományi intézete egy Magyar Tudományos Akadémiának, egy valóban Magyar Tudományos Akadémiának, akkor valószínűleg nagyon fontos feladatnak fogják tekinteni, hogy megírják ilyen szemszögből nézve is a magyar történelmet. De lehet, hogy nem 10 kötetről lesz szó, tőle kellene beszélnünk, hanem 30-ról, mert ennek a közüli hagyománynak az ereje akkor világosodik meg méltóképpen, hogyha azt is tanulmányozunk, hogy miből nőtt ki, és tudjuk, hogy a magyar őstörténet, a régi magyar hitvilág rejtejével is szembesülnünk kell. Ezeket a kérdéseket is vagy meghamisították, vagy elhanyagolták. Nem beszéltek a magyar őskorról méltóképpen, a magyar ókorról, a magyar középkorról is csak felületesen. Ezért most, amikor a Szent Korona tanát fogjuk tanulmányozni, akkor párhuzamosan mindig bemutatjuk azt, hogy mi adta az erejét, és miképpen határozta meg a régi magyar életet. Azt már többször elmondtam, hogy nagyon sokat köszönhet a magyar nemzet a Szent Korona tannak azért is, mert a Szent Korona tana segítségével a magyar nemzet nagyon nehéz drámai helyzeteken tudott úrrá lenni. Lehet, hogy azokban a drámai helyzetekben a korabeli magyarság erősebbnek érezte magát, mint a mostani magyarság, de azt bizonyítani tudjuk, hogy a Szent Korona által lett úrrá rajtuk. Látni fogjuk, hogy miképpen. Azt is hangsúlyozhatjuk, hogy mindig képes volt nehéz helyzetekből megteremteni a nemzeti egységet a Szent Korona. Fel tudta oldani a katolikus protestáns ellentétet, fel tudta oldani a politikai hovatartozásból adódó ellentéteket, fel tudta oldani a nemzetiségi ellentétet is. Annyira, hogy a nemzetiségi ellentétet is, és a magyarok közti viszályt is titkosszolgálati eszközökkel, külföldről kellett szítani. Erre is visszatérünk még. Mondottam, hogy nem csak a magyar jövendő szempontjából nagyon fontos a Szent Korona tana és a történelmi magyar alkotmány, az egész magyar közüli hagyomány, hanem az egész kereszténység szempontjából. És ezt azért hangsúlyozom még egyszer, mert hogyha most jelen lennének brüsszeliek, nem azok, akik nyilvánosan szerepelgetnek mostanában, hanem azok úgy, hogy így a háttérbe szorítva azért aggódó szívvel figyelik, hogy mi történik a keresztény világban, és tanulmányozzák bizony a magyar közüli hagyományokat, azok az európai közoktörténelem legnagyobb csodájának tekintik a Szent Korona tan kialakulását. És ezzel a csodával érdemes egy kicsit foglalkozni, azért is, mert hogyha felfogjuk, hogy mi van egy csoda mögött, akkor talán bizakodóbbak leszünk a jövendő biztonságos feltételét megteremteni akarván. Hát erről is biztos beszélgettünk már, hogy nagyon nagy rettegés lett úrrá a keresztény világon a késő középkorban. Ezt a rettegést sokan megfogalmazták, legszebben Aligi Eidánte fogalmazta meg, magyarok is megfogalmazták, és tulajdonképpen arról beszéltek, hogy reszkes keresztény világ, mert megváltozik
az uralkodók, a főpolitikusok és a népek közti viszony, a főpolitikus, a király vagy fejedelem, a jövendőben már nem óhajt megfelelni annak, aminek elvárnának tőle, aminek megfelelt a régi nagy korszakok uralkodója. Nem óhajt már Isten akaratának közvetítője lenni, nem akar fényhíd lenni a földi és az égi világ között, hanem nagyon egyszerű és nagyon alávaló célja lesz, mondották Ántéjék, és magyarok közül is sokan. Mert a célja hatalmának megőrzés és megtartása lesz. És hát egy mondatban összefoglalva azt mondhatnánk, hogy azt mondják, hogy nem lesz többé szakrális királyság, nem lesz többé szakrális király. A királyi udvarokba, fejedelmi udvarokba beköltözik a félelem. Az őszinte szó helyét elfoglalja a hazug szó. Hazudni fogják persze, hogy Isten kegyelméből uralkodnak, stb. Hazudták is hosszú ideig. De akármit mondanak, a céljuk annyi lesz, hogy hatalmat megőrizni és növelni. És minden európai nemzet megpróbál válaszolni annak idején erre a kihívásra, hiszen fel kellett készülni a küzdelemre a jövendő alkalmatlan politikusa ellen. És hát mindenütt erősödik az alkotmányért folyó küzdelem, és ahol már van alkotmány, az alkotmány erősítéséért folyó küzdelem. Valamiképpen meg akarják őrizni a politikai élet tisztaságát, ezért kell alkotmány, ezért kell válasz erre a nagy kihívásra. És annak idején a magyar válasz a legméltóbb, és erre közül történetek bizony emlékeznek, akkor is a angolok, akkor is a németek, akkor is a franciák. Mert a magyar válasz az volt, ha nem lesz többé szakrális király, nem lesz többé szakrális királyság, akkor a szakrális király teljhatalmát átruházzák a mindenki által elismert szakrális szemére, a Szent Koronára. Attól kezdve a Szent Korona a szakrális király jogutódja. És attól kezdve teljhatalma csak a szakrális királynak lehet Magyarországon. És ennek megvoltak a biztosítékai, és azért kellene ezt tanulmányozni, mert lehetővé tették a valódi alkotmányos politikai életet, a valódi demokratikus közéletet. Ilyen szégyenletes alkotmány biztosítékot nem nyújtó alkotmány szóval. Nem is tudtak elképzelni a régi magyarok, hogy valamikor egy főhivatalnoknak többsége lehessen az országgyűlésben, és az országgyűlés többsége állandóan engedelmeskedik szolgai módon. Elképzelhetetlennek tartották, és elképzelhetetlen is volt, és elképzelhetetlen volt ez bizony egészen 1944-ig. Hát ismerkedjünk úgy a Szent Korona tanával most. Most nem mondok e történeteket a Szent Korona, te nem tudom megállni. Mert mindig a Zsigmond király oklevelét szeretem elmondani, azt megismétlem, de nem a részletesen, mert a legszebb és belevilágít. Nem csak a magyar történelem legszebb oklevele, hanem a világtörténelem legszebb oklevele. Belevilágít a Szent Korona tanának a lényegében. Rávilágít. Hát arról szól, hogy Zsigmond király megjutalmaz egy lázadót, aki ő ellene lázadt fel, azért, mert képes felismerni, képes látni, amikor láttatják vele, vagy amikor magyarázzák neki, mert nem biztos, hogy egy nap alatt felismerte. Megjutalmazta ezt a Pétert, mert akkor lázadt fel ő ellene, Zsigmond magyar király ellen, amikor ő magyar király létére lázadást követett el, szembe mert fordulni fölöttesével, a Szent Koronával. Hát, ilyen okleveleket szeretnénk látni a jövendőbe is, mert akkor megszületik a harmónia a politikai életben.
és nem lehet többet hazudni, nem lehet többet lecsapni a többieket. Zsigmond király megpróbálta tudatlan állapotába és fiatal emberként még egyszer, akkor le is tartóztatták a korabeli magyar rendek. Ugyancsak a Szent Koronára hivatkozva, és azt mondták, hogy le van tartóztatva a méltatlan király, tehát az uralkodó a Szent Korona. És rá is írták a pecsétekre, hogy a Szent Korona pecsétje. Tehát valamikor a Szent Korona tanára hivatkozva bizony méltó választ lehetett adni, de most eszembe jutott, még egy történetet el kell mondanom, de nem a Bethlen Miklós és első Lipót különös küzdelmét mondom el. Azért érdekesek ez a történetek, mert rávilágítanak arra, hogy miképpen történhetett meg mindig az a csodaszerű győzelem, a csodaszerű akkor egy győzelem, ha nem az erőviszonyok érvényesének. Így győzte le Bethlen Miklós első Lipótot, aki a török őket kiverő hadseregnek parancsolt, és Erdély kérdésében rossz döntést akart hozni, és Bethlen Miklós a többi erdélyek kérdésére ezt megpróbálta eltéríteni szándékától, is sikerül neki. Az volt a tét, hogy Erdély a Német-Római Birodalom tartománya lesz-e, vagy a Szent Korona országa, és Lipót király akkor félelmébe, a Szent Koronától való félelmébe. Nagyon rejtélyes félelemről van szó, amit nem nagyon tud felfogni a mai ember. A valahogy 20. századi gondolat és érzésvilágunkat el kellene felejteni. El kellene felejteni mindazt a rombolást, amit a felvilágosodás óta elkövetnek az emberiséggel azáltal, hogy elhitetik vele, hogy Istenként tud létezni Isten helyett, és távolodik Istentől. De ebben a korszakban ez a cselszövés még nem volt olyan eredményes, és Lipót király tudott méltóképpen viselkedni, és alárendelte saját akaratát. Nem fogta fel, hogy helyes, nem fogta fel, hogy miért olyan fontos engedelmeskedni Bethlen Miklósnak, de felfogta, hogy az éggel fordul szembe, ha nem engedelmeskednek neki, és engedelmeskedett. De azt hiszem, hogy nem mondtam el, az nagyon jó példa még erre, a régi magyar közjogi győzelemre, a magyar történelem éppen a Szent Korona annak köszönhetően, és a Szent Korona egész kérdésköreit most fel lehetne eleveníteni, hogy megértsük, hogy a Szent Korona tana mögött, a Szent Korona misztériuma rejtélyei miképpen határozták meg a régi magyar életet. Ezért van tele a Mohács utáni korszakunk hatalmas magyar győzelmekkel, amiről nem nagyon beszélgetünk. Ezek közjogi győzelmek, hát ilyen a Bethlen Miklósé is, de ilyen Széchenyi Istváné is, és ezt mondanám el most néhány mondatban. Ugyanis rendkívüli jelentősége volt ennek a hatalmas győzelemnek is. Ha már tartottam előadást Széchenyi, akkor lehet, hogy elmondtam. De annyit elmondanék ebből a történetből, hogy Széchenyi István megérkezik életébe először. Kicsit önmagát felelőtlen huszárkapitánynak becézgetve, de azért nagy lelkismeret, nagy felelősségérzettel, és kicsit lelkismert furdalással, hogy már a 36 is betöltött, nem vett részt a magyar politikai életben, megérkezik Pozsonyba, hogy elfoglalja helyét a felsőházba, és döbbenetes dolog történik. Felolvassák a jelenlétébe a király leíratot, és a király a királyi leíratba hazudott. Azt mondta, mentegette a két országülés közt történteket, amikor bizony póthadiadót vetette ki törvénytelenül és újoncozást, póthadiadót mód hívnák, hogy megszorító intézkedése, és az érvelése is hazug volt, és akkor Széchenyi István felállt, és azt mondta, hogy nem vesz részt többet ennek az országülésnek a munkájába, hogyha a király azzal kezdheti, azzal nyitja meg az országülést, hogy ilyen
csúfos módon megsérti a magyar alkotmányt, megsérti a Szent Koronatant, akkor ő ebben nem akar részt venni. Szerencsére búcsúzgatni kezd és elbúcsúzik Metternich-től is, a rettegett tankönyveiben rettegett, a valóságban nem rettegték annyira főkancellártól. És Metternich azt mondja a Széchenyinek, hogy hát ha én értékben megsértette a magyar király, a magyar alkotmányt, hogy ön, kapitány uram, ahelyett, hogy azt kérelmezné nálam, hogy legyen őrnagy, ehelyett azt mondja, hogy itt hagyja az országülés munkáját. A karrierére az lenne kedvező hatással, hogyha bólogatna arra, amit a király mond, akkor is a hazudik. De hát azt mondja, Metternich, hát ha már így van, akkor én viszont főkancellárért fekvő, elfogtam, hogy nagy a baj. És akkor írja le Gróf úr, hogy mi a baj. És két memorandumban is megfogalmazza Széchenyi István, miképpen sértette meg első Ferenc magyar király a magyar alkotmányt, és Metternich pedig nem mentegetni próbálja a királyt, hanem már Széchenyi margójának, memorandumának a margójára szépen odaírja, hogy mit is kell majd a királynak mondani, és odaírja, hogy okos király nem fordul szembe a magyar alkotmánnyal. Mert ami 800 esztendeje dacol az idővel, az bizonyította a szilárd ilyen mondatokat éve. És első Ferenc még volt akkor a főpolitikus, hogy megértette, hogy visszakoznia kell, és visszamegy az országgyűlésbe, és felolvassa az új királyi leiratot, abban maga módján bocsánatot kér a magyar nemzettől, és elismeri, hogy törvénytelen volt a megszorító intézkedések sora a két országülés között, és többet nem teszi, ígéri meg az új királyi leiratban, és Széchenyi Istvánnak ezzel a közügyi győzelmével nyílik meg a reformkor közügyi kapuja. De hát ne gondoljunk, hogy Széchenyi István meggyőzte bármiről is Metterniket vagy első Ferencet. Hatalmasabbnak látták, mint önmagukat Széchenyi Istvánt, mert Széchenyi István volt az, aki a Szent Korona akaratát képviselte. Ezt fogják fel. Tehát itt van a nagy rejtély. Mindegyik ilyen nagy közögi győzelem mögött, amelyekben nem az erőviszonyok érvényesültek. Látta, nem volt jelen a Szent Korona, de látta Metternich is Széchenyi mögött. Széchenyi a Szent Korona védelmébe tudott a birodalom leghatalmasabb hivatalnokával így beszélgetni, és a birodalom leghatalmasabb hivatalnoka ezért vált engedelmes végrehajtójává Széchenyi akaratának. Különös dolog a történet, teszem hozzá, mert Széchenyi nem fogta fel rögtön, hogy milyen hatalmas győzelmet adott. Úgy látszik, annak idején még a csodák is természetesebbek voltak, mert a naplójában először csak olyanokat jegyez fel, hogy hát a nagy kancellár a ő vállát megint megveregette, mikor elment elbúcsúzni. Aztán tovább beszélgetnek, és egyszer csak azt mondta, hogy fiatalember, akkor kapitány uram, meg ilyeneket mondott. Tehát nem fogja fel, hogy a küzdelemben az erőviszonyok hogy billennek át az ő javára. Persze, amikor felolvassák az új királyi leiratot, akkor már látja, hogy győzött, és le is írja a naplójába, de csak annyit, hogy a királyi leirat a fő dologban jó. Tehát nem mond dicsinuszt ő saját győzelme alkalmából. Hát így határozta meg a régi magyar életet. Azt mondjuk még el, hogy nem mondom el részletesen, csak hangsúlyozni szeretném, hogy a Szent Koronának köszönhetően nem mutatható ki a régi korok magyar történelmében, például a turániátok.
nem mutatható ki, és titkosszolgálatnak kellett a magyar nemzet szívébe erőltetni, hogy gyengüljön a nemzeti önérzet, gyengüljön a nemzeti egység. Ugyanakkor csinálták ezt, amikor a herderi jóslatot bevetették a magyar nemzet ellen, mondván, hogy a magyar nemzetnek nem kellene védelmezni a magyar kultúrát, mert az úgyis eltűnik. A magyar nyelv, mert az úgyis eltűnik. És az csodálatos ebben a kérdésben, hogyha tanulmányozzuk, hogy milyen választ adnak erre a korabeli magyarok, hogy nem tudják mindazt a magyar nyelvről, meg magyar őstörténetről, amit ma tudunk. Nem tudják például, hogy amit mi most már akkor is tudunk, olaszoktól olvassuk, tehát Mario Alinei könyve alapján, hogy bizony a görög-római civilizáció előtti birodalom hivatalos nyelve lehetett a magyar, szkíta, kelta birodalomra. Gondolok, nem én mondom, Mario Alinei mondja, aki megköszöni az olaszok nevében azt, hogy az etrusz nyelv létezhetett, mely archaikus változata a mai magyar nyelvnek, mondja ő, és megköszöni a magyaroknak a lovas kultúrát, és megköszöni a magyaroknak a fényművességet, és felteszi szomorúan a kérdést, hogyha igaza lenne a Magyar Tudományos Akadémiának, és úgy lebesülnénk mi is a magyar kultúrát, mint a Magyar Tudományos Akadémia, nem csak ő mondja, akkor mit éppen tudott ez a kultúra, ez a magyar kultúra, hogy megtermítően hatni az Itáliai félszigetre Krisztus előtt ezer esztendővel? És miképpen tudott úgy hatni Nyugat-Európára? És abból az irányból is kérik, hogy legyen már méltó magyar nemzet történeteme, mert mindig eljutnak a Kárpát-medencéig, és hogy eljutottak a Kárpát-medencéig, abba kell hagyni a kutatást, mert nem tudják összeegyeztetni a Magyar Tudományos Akadémia magyarság szegényítő álláspontjával. Hát annyit mondanék még vigasztalásképpen arra, hogy mai helyzetre gondolva is, hogy változóban van a magyar kultúrához való viszony is. És a magyar történelmhez való viszony is, és amire úgy felfigyelhetünk az, hogy egyre többen tekintik a magyar történelmet misztériumjátéknak. Ami nagyon fontos, mert hogyha a magyar történelmi misztériumjáték is, hogyha a Trianon egyik utolsó jelenete ennek a misztériumjátéknak, akkor felteszik magunknak a kérdést, hogy mindegye, hogy ki melyik oldalon vesz részt a misztériumjátékban, mert a misztériumjátékban nem lehet kimaradni. Mert a misztériumjátékban mindig valaki az ég oldalán áll, és valaki az ellenkező oldalon. Nem lehet kimaradni. És természetesen azért érdemes ezzel most foglalkozni, hogyha Szent Korona tana jelentőségét próbáljuk felmérni, hogyha arról beszélgetünk, hogy mit éppen határozta meg a régi magyar életet, és ha reménykedni akarunk abból, hogy a jövendőbeli magyar életet is meg akarja határozni, akkor nagyon sokat számít az, hogy a legjobban tanulmányozható mindabból a hagyományból, amit a Szent Korona mentett át, éppen a közöli hagyomány, tehát a Szent Korona tana. És most kezdjük is el, rövid bevezető után, hogy mi a leglényegesebb a Szent Korona tanából, de arra nagyon vigyázzunk, hogy alapozzuk meg történelmi ismereteinkkel az állításainkat, mert különben nem hisszük el, mert nem azt tanultuk, hogy a régi korok magyar világa magasztosabb volt, mint a mai. De azt fogjuk látni, hogy magasztosabb volt, és hogy miért volt magasztosabb. Hát a múltkor Mátyás királyról beszélgettünk, a mai ember szene már káprázik, ha abba a korról beletekint, és inkább meghamisítja, de nem próbálja felfogni. De akkor is így van ez, hogyha a
magyar kora középkor, vagy magyar ókor kérdéseit tanulmányozzuk. A leglényegesebb a Szent Korona tanában az, hogy a Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, tehát ő a magyar uralkodó, a teljhatalommal bíró magyar államfő, a szakrális király. Tehát a Szent Korona a Szent Korona tanban nem eretje, vagy nem szimbólum, hanem jogalany, a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. A Szent Koronában egyesülnek viszont a végérvényesen megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom részesei, a mindenkori király, akitek a helyét betölthette a magyar történelembe, és jövendőbe is betöltheti, akár elnöknek, akár kormányzónak nevezett államfő. Hunyadi János is ilyen államfő volt, egyébként kormányzó volt. És itt a hangsúly azon van, hogy a végérvényesen megosztott törvényhozó és végrehajtó hatalom részeseiről beszélhetünk. Nem túlságosan rejtélyes kérdés, hogy hogyan oldották meg a törvényhozó hatalom megosztását, hiszen erre való volt az országgyűlés. Rejtélyesek, hogy hogyan oldották meg, amikor nem volt magyar kormány, például a Habsburg-korban, a végrehajtó hatalom megosztását. De maradjunk még azért egy pillanatig a törvényhozó hatalom megosztásának a kérdésénél is. Ezek olyan fontosak voltak mindig a magyar életben, ilyen száraz jogi szövegnek tűnik, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a magyar királyság csak alkotmányos monarchia lehet. Hiszen a törvényhozó és végrehajtó hatalom megosztottakor, akkor csak alkotmányos monarchia lehet. És hogyha megvizsgáljuk, hogy ez a hatalom megosztás hogyan működött, tehát mondjuk most külön törvényhozó és végrehajtó hatalmat tárgyaljuk külön, akkor látni fogjuk, hogy milyen bölcsességgel oldották meg ezt a nagyon nehéz kérdést, a hatalom megosztásnak a kérdését. És arra is gondoljuk, hogy milyen rendkívül nagy jelentősége volt ennek abban a korszakban, amikor a magyar király nem Magyarországon lakott, a Habsburg-házi magyar királyra gondolok, aki egy személyben német-római birodalom császára is, és fel sem tudja fogni, mik a magyar királyi kötelességei. Nem olyan rossz szándékú, mint ma egy főpolitikus, nem is tud olyan lenni, nem tudja, hogy áttekinteni a helyzetet, de nem tudja felfogni, mik a magyar királyi kötelességei, és döbbenten tapasztaljuk, hogyha a forrásokat komolyan vesszük, sajnos a történettudomány az utóbbi időben, ilyen hamis premisszákból kiindulva eltekint a források tanulmányozásától, ez nagyon nagy hiba. Erre hozok majd fel példát. Tehát ebben az időszakban, egyébként az egész korszakot nem tudjuk megérteni, ha nem ismerkedünk a Szent Korona tanával, hiszen akkor mit mondunk? Akkor ilyen mondatokat írhatnánk rá, és akkor mindenki forog a sírjában, még ellenségeink is, hogy osztrák elnyomása 17. században, azt hiszem, hogy tankönyvben még cím is van ilyen. De hát szegény tankönyvíró nem tudta, hogy osztrák császársága napoloni háborúk után született. Azelőtt lehetne beszélni német-római birodalomról. A tévedés egyszerűen onnan ered, hogy a német-római birodalom császára Bécsben élt. Bécsben kormányzott, Frankfurtba koronázták, általában de Bécsben élt, és mivel volt egy örökös tartomány, ezt úgy hívták, hogy a házi tartományok, ez tulajdonképpen a Trianon előtti Ausztria területe, nagyjából az a terület valamivel több, amit a Nászi Andrékból adott annak idején bánetette volna, Géza fejedelem, amikor a bajor, a
bajor magyar kapcsolatokat erősíteni akarta. Tehát itt két dolgot figyelembe kellene venni annak, aki a kérdést tanulmányozza, tehát nem csak a Szent Korona talált, hanem azt is, mert mindig meg kell figyelnünk, ezt sokszor fogom hangsúlyozni, és az elnézést is kérek, hogy miképpen határozta meg a régi magyar életet, és mivel tudjuk bizonyítani, hogy valóban úgy volt. Tehát itt szempontnak még azt kell figyelembe venni, hogy a Magyar Királyság nem egy osztrák tartomány, nem valamilyen tartománya a német-római birodalomnak, hanem perszolán unióban van együtt a német-római birodalommal a napoleoni háborúkig, és a napoleoni háborúk után az osztrák császársággal, mert az válasz Austerlitzre, az osztrák császárság létrejötte. De ki lehet mutatni, hogy egyetlen német-római birodalmi törvény sem volt érvényben Magyarországon, és egyetlen osztrák császárságbeli törvény sem a 1804 után, miképpen a Magyar Királyság egyetlen törvény sem volt érvény sem a német-római birodalomban. Tehát a perszolán uniót azt komolyan vették. Viszont a drámai helyzeteket, hogyha vizsgáljuk a magyar történetben, azt is látnunk kell, hogy a Habsburgházi magyar király sokszor nem is indulatból volt magyar ellenes, hanem egyszerűen állást foglalt abba a kérdésbe, hogy miképpen akar uralkodni, alkotmány szerint, a Szent Korona szertan szerint, vagy pedig rendeletileg kormányozhat, mert a német-római birodalom a abszolút monarchia, a Magyar Királyság pedig alkotmányos monarchia, éppen a Szent Koronának köszönhetően. És itt megint kell egy történelmi kitérőt tenni, tehát vissza kell mennünk egy kicsit az időben. Ugyanis a Szent Korona, és a borzalmas élményünk azt hiszem mindannyiunknak, amikor 1999-ben a Szent Koronáról tárgyaltak a parlamentben, és a vita hevében elkezdték kiabálni liberálisok, hogy alkotmányosságot, demokráciát akarunk, nem Szent Korona tant, és akkor a többiek ezt a magas labdát nem tudták leütni, mert nem voltak ismereteik. Pedig hát a leggyalázatosabb módon támadták meg azt a Szent Koronát, amelyik mindig az alkotmányosságnak és a demokráciának volt a legfőbb biztosítéka. Hát csak abból induljunk ki, és ezt el kellett volna mondani valamelyik hagyományérző politikusnak, képviselőnek. El kellett volna mondani, hogy hát a Szent Korona a királyi hatalom gyöngítőját azért jött létre, hogy az alkalmatlan király ne hagyja garázdálkodni az alkalmatlan főhivatalnokot. Tehát gusba köti a királyt. Hát már azáltal is, hogy Magyar Királyság csak alkotmányos monarchia lehet, de hát látni fogjuk, hogy miképpen korlátozza a királyi hatalmat. Hát korlátozza a királyi hatalmat akkor, és itt erről a csodáról kell még beszélnünk, visszatekintve egy kicsit a történelembe, akkor hogy nem akadályozták meg a magyar királyok, hogy létrejöjjön a Szent Korona tana. És ezért jó, hogy a múltkor Mátyás királyról beszélgettünk, mert Mátyás király az egyik azoknak, akik legtöbbet tették azért, hogy a Szent Korona tana teljes mértékben kibontakozhasson a magyar közjogban, és ő terjeszte le olyan törvényeket, amelyek visszafordíthatatlanná teszik azt a folyamatot, amely már elindult, már akkor tetőzött az ő idejébe, hiszen Mátyás király törvényjavaslata alapján hozzák létre a vármegyei önkormányzatot. Ennek rendkívüli jelentősége lesz később. Tehát megfigyeljük, hogy a legnagyobb magyar királyok tettek legtöbbet azért, hogy megszülessen a királyi hatalmat gyöngítő közjogi tan. És ez is nagy csoda a világtörténelemben, és mi előfordult. És nem tudjuk mással magyarázni, csak azzal, hogy ők még valódi királyok, tehát szakrális királyok, különleges képességeik voltak, különleges képességeik között a legkevésbé rejtélyes talán éppen az, hogy jövőbe látók, tehát a magyar nemzetet fel akarják készíteni valamilyen jövendőre, és a
döbbenetes, amikor tanulmányozzuk, még jobban visszamenne az időben Nagy Lajos korát, és egyszer csak megjelenik előttünk az a Nagy Lajos, aki megpróbálja megmagyarázni a magyar rendeknek, tehát a Magyarországülésnek, hogy szükség lenne az aranybulla megerősítésére, hogy mindent ismerje. De miért a király mondja, töprengjenek? És azt mondja, de ne csak az aranybulla legyen benne ebbe a dekrétumban, amelyben megerősítjük, hanem legyen benne egy törvény, amelyben az legyen, és tényleg nem érti senki a környezetébe, amelyben az legyen, hogy a magyar nemes nem lehet megfosztani a földjétől, és még ő sem fosztatja meg önmagát tőle. Nem tárgyázhatja el, nem ajándékozhatja el, az egyházra se hagyhatja senkire. Nagy Lajos tudja, hogy valamikor nagyon nagy szükség lesz arra, hogy az ősség törvényét terjeszti elő. Nagyon nagy szükség lesz arra, hogy a magyar nemzet, gazdas, magyar nemes, aki a politikai magyar nemzet hosszú ideig, 40 osztó mindannyian, de a magyar nemes ne legyen gazdaságilag kiszolgáltatott, mert a gazdaságilag kiszolgáltatott szolga lesz, és parancsra fogja mondani, hogy nem vagy igen, és akkor vége a jövendő felé vezető biztonságos utaknak. És Nagy Lajos ezt látja, honnan látja? És akkor azt mondja Nagy Lajos még, hogy nagyon fontos számára, hogy legyen benne ebbe a dekrétumba, hogy nem számít, hogy egy nemes mennyi birtokkal bír, hogy milyen rangja van. Az egy és ugyanazon szabadság érvényesüljön a közjogban. És erre is Mohács után van rendkívül nagy szükség. Ez is a Szent Korona Tan megerősítője. Szent Korona Tan követelményévé is válik, de Nagy Lajos ezt látja, tehát itt szembe kell néznünk egy rejtélyes kérdéssel, és ezzel most egész Európa szembesül ezzel a kérdéssel, hogy mi a titka a régi korok ilyen fura királyainak, uralkodóinak, akik királyi a hatalom ellen törvényt javasolnak. És én azt hiszem, hogy itt tanulmányozni kellene méltóképpen a magyar őstörténetet, ami nem más, mint mondjuk úgy is hívhatnánk, hogy Magyar Ószövetség. Tehát tanulmányozni kellene azt, hogy mi volt a magyar küldetés, tehát mi által szánt Isten sajátos értelmet a magyar létnek, hogy megértessük, hogy mi volt ez a rejtélyes, különös magyar szakrális királyság. Mert nem szabad abba belenyugodni, hogy azt mondja a mai történész, nem tudom megmagyarázni, és ezért azt mondom, hogy nincs. És akkor megkérem a történészt, hogy de hát te ateista vagy? Azt mondja, nem, de a csodákat nem ismerem el, csak hetente egy órába, amíg templomban van. Utána átváltozik materialistává, nem vállalja tovább a metafizikai megközelítést, és nem tud a szakrális királyság kérdéskörével foglalkozni, és elhiszi, besétál Fraser csapdájába, aki egyébként nagyon alapos angolként a legtöbbet ártott a történettudománynak azzal, hogy látta, amit látott, de semmit se értett belőle, és levonta azt a következtetést, hogy tanulmányozva a szakrális királyságnak a 19. század végi, 21. század elejé változatait különböző elmaradott világokba is levonja azt a következtetést, hogy hát ha létezett egy szakrális király, szerinte egy elemiskolát végzett angol polgár magasabb rendben áll. Tehát így lerántja a 20. század, 19. századi, 20. századi materialista gondolkodás ezeket a kérdéseket. Még szerencse, hogy az egyik csodáról mindenki beszél, és főleg Raffaellónak köszönhetően ott van, minden nap látja, aki Rómában a szentszék főtisztségviselőivel, vagy magával, a pápával tárgyal, Raffaellónak azt a festményét, amelyen ott van egy magyar szakrális király, miközben nyitott fölötte az ég kapuja, és az égből alászálló élő égi igazsággal beszél, akinek engedelmeskedik és győzelmét ki nem használva visszavonult.
És ez most már azért fontos a nyugat-európai ember számára, amikor így méltó választ akarna adni egy nagy kihívásra, mert ez bizonyíték számára, hogy létezett egyáltalán szakrális királyság, létezett szakrális király, hiszen elképzelhetetlennek tartja, hogy különben hogy lehet az, hogy a világ leggazdagabb városát valaki megkíméli, győzelmét ki nem használva visszavonul, hiszen azóta se fordult elő az európai történelemben. Hát itt a szakrális királyság kérdés körével mindenképpen foglalkozni kellene, a szakrális király rejtélyes beavatásával. Nagyon fejlett volt a magyar szakrális király beavatása, tanulmányozható a népmesébe, a Dante isteni színjátékában, az egyik vonulata nem más, mint a magyar szakrális király beavatása, mert hát amikor a Beatrice-t keresi, akkor Tündégyén keresi, ezt most már minden olasz kutató tudja, és nem is tudják megérteni Beatrice-t Tündégyén nélkül, és azt is fel tudják már fogni, ami olyan természetes volt régen egy királyfi számára valóban, de nem csak egy királyfi számára, hogy mit jelent a tátos paripa, mit lehet rá felülni, és mit kell tenni valakivel, hogy tátos paripáról leesik. Hát koponya lékelést hajtottak végre, tanulmányozhatók a régi magyar sírokban. Tehát ezeket méltóképpen tanulmányozni kellene, hogy megértsünk valamit, ami magasztosabb a mi korunknál, és valamiképpen mai gondolat és érzésvilágunkat a mi korunkba hagyva tudnánk visszamenni azokba a korokba, hogy fel tudjuk fogni annak a kornak úgy mondom, hogy magasztosságát. És az is sokat számított, tehát hogyha mondjuk racionalista megközelítéssel próbálunk megérteni, és csak az észszerű kérdéseket vagy válaszokat tudom elfogadni, hogy már az is olyan sokat számított, hogy a korabeli uralkodó, a magyar szakrális király, vagy Mátyás királlyal bezárul a nagy magyar királyok az uralkodásukat, azt néhány pillanatnak tekintették az örökkévalósághoz képest, és tudták, hogy az örökkévalóságban való létük függ attól, hogy miképpen állnak helyt abban néhány pillanatban. Ezért mondhatták a szakrális királyok, hogy így kinevetjük már, amikor azaz minden tartja, hogy kinevetteti az isteni téleteket. Pedig az élő valóság volt valamikor, az isteni téleteket kiárták. Pontosan úgy, mint Dániel a Bibliában, a magyar történet is pontosan így kiárják. Szent László is, a magyar nemzet erre nagyon szívesen emlékszik, hogy Szent László miképpen volt szakrális király, de hát Mátyás király is, erről beszélgettünk, hogy isteni téletnek vetette alá magát önként, mindig, amikor ellenséges várba bement. Tehát itt két célja is lehetett annak, hogy ezekre visszaemlékeztünk, az, hogy megértsük, hogy amikor a Szent Korona Tana meghatározza a régi magyar életet, akkor mi van még ott mögötte a régi magyar hitvilágból, Szent Korona misztériuma kérdésköréből, mert hiszen azt figyelembe kell vennünk mindenképpen, hogy a magyar politikus, hogyha szembefordult a magyar nemzeti érdekkel, mindig úgy érezte, hogy szembefordult Istennel. Szembefordult a Szent Koronával, tehát szembefordult Istennel. Isten küldte a magyar nemzetnek meghatározott célra, meghatározott üzenettel a Szent Koronát, és ezért van az, hogy nem találunk, nagyítóval kell keresni, történtudomány hamisítással mindig megtalálja, de különben nagyon nehéz helyzetben van. Egészen mondjuk a nagyon nagy politikusokat sorát végi élettörténetét és politikusi pályafutását végig tekintve nem találjuk az árulókat. Tehát nem tudnak úgy cselekedni a régi politikusok, ahogy cselekszik például Károly Mihály a II. Világháború után. Nem fordulnak szembe a Szent Koronával, de nem tennék akkor se, hogyha úgy gondolnák, hogy jót tesznek vele, mert tudnák, hogy önmaguk örökkévaló létét, örökkévalóságban való jövendőjét veszélyeztetik.
Tehát félnek rosszat tenni a Szent Koronának, félnek szembefordulni vele, és ez meghatározza a politikusok magatartását. Természetesen nem csak az, mert ez a neveltetésük is megvolt, tehát az iskola is olyan volt, az egyházközségeiben való nevelés is olyan volt, de ott figyelembe kell vennünk, hogy mindig jelen volt az, hogy a Szent Korona büntetheti azt, aki szembefordul a Magyar Királyság érdekeivel, vagy a magyar nemzet érdekeivel. Tehát ezeket vegyük figyelembe, hogy visszatérhessünk méltóképpen a Szent Korona tanához. Itt van egy központi kérdés, hogy a Szent Koronában egyesül az uralkodó és a nemzet, és megosztja a hatalmat. Tehát a törvényzó hatalom megosztását csak akkor értjük meg méltóképpen, hogyha felfogjuk, hogy mi határozta meg a korabeli ember magatartását, milyen hite volt, milyen erős volt a hite, mit jelentett számára a Szent Korona. És azért kellett elmondani olyan rejtélyes kérdéseket is, mint Hajdajos különös királyi magatartása, az ősiség törvénynek az elfogadtatása, hogy lássuk, hogy miért, mi volt a mögött, a nagyon erős Magyarországgyűlés mögött, amelyik érvényesíteni tudta a Habsburg-házi királya szembe is a magyar nemzeti érdeket. Egyébként, ha ez nem így lett volna, nem lett volna ilyen országgyűlés, akkor eltűnik a magyar királyság. Eltűnik a magyar nemzet, eltűnik a magyar nyelv. Mert nem volt olyan hadereje a magyar nemzetnek, hogy ellen tudjon állni. Hát a Habsburgházról sok rosszat elmondhatunk jót is róluk. Annyit jót mindenképpen elmondanék, hogy tudatosan II. Józsefig nem akarták megsemmisíteni a magyar nemzetet. II. József programjában szerepel először a magyar nemzet felszámolása. De tudja, hogy milyen erős a Magyarországgyűlés, milyen erős a Szent Koronatan, és már trónörökös korában eldönti, hogy egyik fő feladata lesz a magyar államiság, magyar alkotmány, magyar nyelv felszámolása. Nem meri megkoronáztatni magát, nem mer országgyűlést összehívni, tudja, hogy az az országgyűlés nem engedelmeskedne, hiába ígérjetne más bármit. Nem olyan lenne, mint mondjuk egy mai országgyűlés, nem viselkedne szolgai módon, mint mondjuk egy a Szent Korona világába, ha összehasonlítjuk ezt a mai kancellári rendszert, akkorát süllyed a demokratikus közélet és az alkotmányosság, hogy szinte felfoghatatlan. Tehát elképzelhetetlen ez a szolgai módon viselkedő országgyűlés a régi korokban, olyan korszakban, amikor tényleg nagyon nagy volt a veszély, mert a Habsburg-házi magyar királyt nagyon könnyű volt rávenni arra, hogy felejtse el, hogy magyar király viselkedjen egyszerűen úgy, mint egy hódítél német-római birodalmi császár, és tekintse megszállt országnak Magyarországot. Nem tudnak ellenállni, mondták a főhivatalnokai. Igen gyakran. II. József megpróbálja, és olyan csodálatosan védekezik a Szent Korona tanába öltözötten a magyar nemzet, hogy fel is adja. Érdemes lenne ilyen szempontból elolvasni Jókainak a Rabrábiát, mert a Rabrábi minden jót tud II. Józsefről, semmi rosszat nem tud róla, mint a II. József embere, és nem csak dicséri, hanem bizonygatja, hogy milyen nagy életszínvonallal járna mindaz, hogyha alávetné magát a magyar nemzet II. József reformjainak. Nem megszorító intézkedésekről van szó, nagy életszínvonal emelésről van szó, lett volna szó, és nemzethaláról cserébe. Tehát nem megszorító intézkedések köntösébe bújtatta a nemzethalál veszedelmét, hanem jólétben. Ennek ellenére a magyar nemzet méltóképpen válaszol. De hát
Érdemes levenni néha a könyvespolcról a régi országgyűlések jegyzőkönyvét. Nagy szerencsénk van, mert Kossuth Lajos ifjú korában egy ideig abból élt meg, hogy jegyezgette, hogy mi történik a magyar országgyűléseken, és nagyon hitelesek az ő országgyűlési tudósításai. Hát Kölcsén Ferencé is. Tehát jótorú emberek írták meg ráadásul, és ha szégyenkezünk a mai országgyűlés munkáját figyelgetve, én akkor le kell emelni a polcról ezeket a könyveket, hogy lássuk, hogy milyen volt a valódi magyarországgyűlés. De hát most a Szent Koronatlan a kérdésköre, ez nagyon fontos kérdés, a hatalommegosztás a Szent Koronatlanában, és az, hogy senki se törhessen abba a magasságba, ahol a Szent Korona, mint közjogi elvonatkoztatás áll. De itt az nagyon fontos kérdés, hogy ez hogyan tudott megvalósulni. Tehát hogyan valósult ez meg a gyakorlatban, és ezért kell ezeket olvasni. Káprázni fog egy kicsit a szemünk, de el kell őket olvasni, érdemes őket elolvasni. Nehezebb felfogni egyébként, hogy... De még valamit el akartam mondani, mert érdekes. Csak arra gondoljunk egy pillanatig, hogy a régi korokban, 1848 után Magyarországon is képviseleti rendszer van az országgyűlésben, és kérdezés után aztán a pártrendszer is létrejön, de nem olyan, mint a mai. Tehát nem nagyon tudnak elképzelni olyan pártot, amelyik úgy viselkedne, mint ma egy liberális párt az országgyűlésben, hogy nincs tekintettel a magyar nemzeti érdekekre, sőt cinikusan fordul azokkal szemben. De gondoljuk csak el, most csak arra gondolva, hogy melyik demokratikusabb, hogy a követ rendszerben, a követ bármikor visszahívható volt, ha a választói csalódtak a követbe. A vármegyének megvolt ez a joga, hogy visszahívja az alkalmatlan követet. Ha rosszul mondott el egy beszédet, már visszahívták. Ha felolvasott, megtörtént, hogy visszahívták. Hogy nem tud beszélni, miért olvasd el? Gyere haza! Tehát ilyesmi is elhangzott, tehát felkészültek voltak. És kellett tudnia a történelmi magyar alkotmányt, amelyet mondjuk azért csak 10 kötetbe lehet összefoglalni. De kellett tudni a kívülről, és mondták is a paragrafusokat kívülről, nem kellett olvasni. És csúfoltak is minket, hogy jogász nemzet, szerte Európában. De ez volt a legnagyobb dicséret. Mikor Széchenyi István megérkezik Londonba, akkor azt hitte, hogy azt fogják mondani, hogy mit jelent az, hogy magyar. És miért vagy te magyar? És miért nem vagy német? És akkor legnagyobb döbbenetére azt kérik tőle, hogy van a Szent Korona? Milyen ereje van a magyar alkotmánynak? És nem kérdezik, hogy ezzel szemben milyen az osztrák alkotmány, mert nem volt osztrák alkotmány. És ezt tudták. Tehát ezt a magyar jogász nemzetet valamikor nagyon is megbecsülték. De itt van a rejtélyes kérdés, a másik rejtélyes kérdés, hogy a Mohás utáni korszakban azt tudnunk kell, hogy a Szent Koronatlan mindig akkor volt nagyon fontos, amikor drámai helyzetbe került a nemzet. A Mohás utáni korszakban miképpen tudta meghatározni a régi magyar életet? Miképpen valósulhatott meg a Szent Koronatlan másik követelménye, hogy osszák meg a végrehajtó hatalmat is? Hát mivel lehet megosztani a végrehajtó hatalmat egy jó, felkészült magyar kormánnyal? De nem volt. Első Ferdinándnak nem jutott eszébe, nem is az ő dolga volt, hogy ezt felvesse, hogy egy nagyon erős magyar kormányt létre kellene hozni, és a végrehajtó hatalom mégis megosztatott. És akkor derült ki, hogy mit jelent Mátyás király előrelátása, mert a vármegyei önkormányzata által osztatott meg. Hát, nagy tisztelettel kellene gondolnunk azokra a magyar politikusokra, nem csak Mátyás király foglalkozott ezzel, akik a törvényeket annak idején megfogalmazták. Mert
a Szent Korona Tannin boltozatot, hiszen a boltozatot három mondattal írtuk körül, de megtörhetetlen oszlopokként törvények támasztják alá, ilyen az emlegetett dősség törvénye, vagy egy és ugyanaz szabadság törvénye. De ilyen törvények támasztják alá a Szent Koronatannak azt az akaratát, hogy a végrehajtó hatalom megosztott legyen minden körülmények között. És itt a nyugat-európaiak általában tiszteletüknek adnak hangot valamiképpen, amikor a magyar vármegye önkormányzatról szó van. És főleg, hogyha a vármegye főtisztviselőjéről, aki rejtélyes módon nem a főispán, hanem az alispán. És amikor kiejtik az alispán nevet, akkor jelképesen leveszik a kalapot, ha hát a rajtuk lenne, akkor valóságban is levennék. Vagy lehet, hogy az egyetemi tanár olyankor feláll, és a katedránál nem jut tovább, hanem vagy 10 percig áll, amit a magyar alispánról beszél. Nem véletlen persze, hogy Mátyás király találja ki a magyar alispán intézményét, de ez olyan csodálatos dolog kívülről nézve, hogy volt egy olyan, és végülis középkori jogfejlemény, amelynek alapján a hatalommal bíró nem a fő, hanem az al, tehát nem a főispán, hanem az alispán. Sehol nem nincs így Európában, jelen pillanatban se. Tehát most már nem működik úgy a magyar vármegye rendszer, mint régen, de ennek nagyon nagy jelentősége volt. Tehát annak, hogy volt vármegyei önkormányzat, a vármegyei önkormányzat tette lehetővé, hogy a végrehajtó hatalmat megosszák, és ezt nem lehetett volna megosztani a vármegyei önkormányzat nélkül, és nem lehetett volna megosztani az alispán intézménye nélkül. És mondjunk el egy olyan törvényt, legszívesebben felolvasnám, de hosszú, amelyik alátámasztja a hát a boltozatot, vagy segít alátámasztani, mert itt nagyon nagy dologról van szó, amikor azt mondjuk, hogy a végrehajtó hatalom megosztása, és én itt példának azon kívül, hogy nagyon sokat kellene tanulmányoznunk, hogy miképpen kellett viselkednie egy magyar alispánnak. Nem volt az alárendeltje a főispánnak. A főispán ellenőrizhette a vármegye működését, de nem vezethette a vármegyét. Az alispánnak kellett vezetni. És akkor most azt is tegyük hozzá, hogy olyan hatalma volt hozzá, hogy egy személyben ő volt a mai Magyar Alkotmánybíróságnak megfelelő alkotmánybíróság is, mert az alispánnak joga volt megállapítani a királyi rendeletről, hogy alkotmányos-e. És gondoljunk arra, hogy megérkezik a királyi biztos a megszorító intézkedéseket akarja végrehajtani a vármegyével, és akkor egy dologban biztos, hogy az alispán azt mondja neki, hogy 1504-1. Hát ebből már tudta, ez az 1504. évi félelmetes első törvénycikk. Emiatt a törvénycikk miatt, amíg a király eldöntötte, hogy elszánja magát a pótadóra, tehát a megszorító intézkedésekre, akkor a biztos olyan néhány ezer katonával engedte útjára. Mert amikor kimondta az alispán azt, hogy 1504. évi első, akkor ezzel azt mondta ki, hogy nem hajtom végre a királyi rendeletet. De egyébként udvariasságból mindig elolvasta, és utána letette az asztalra, és általában elvonult az alispán. De időközben azért figyelmeztette a biztos, hogy nézzen azért ki az ablakon, számolja meg hány katona van ott. Az alispán azt mondta, hogy ő nem szakítja szét, nem viszi oda, ahova legszívesebben vinné ezt a királyi rendeletet, de nem hajthat végre semmit, mert 1504. évi első törvénycikk előírja, hogy a végrehajtó hatalom megosztott legyen, a törvényhatalom is. Hát természetesen, amit ő elolvasott, abban az volt, hogy
A törvényzó általam nem volt méltóképpen megosztva, mert megszülethetett az a királyi rendelet. És mire hivatkozott az alispán? Azért kell szeretni ezeket a törvényeket, mert megtörhetetlen törvények voltak, és évszázadokig érvényben voltak. Hát az 1504. évig olyan sokáig nem lehetett, de 400 évig csak érvényben volt. De nem módosítottak rajta, és a következőből áll, hogy adót megajánlani, megszorító intézkedéseket elfogadni, csak az országgyűlésnek van joga. Az országgyűlésen kívül az uralkodó nem vetheti fel. Hát ez még ebben még nincs semmi különös, de ott van a második törvénycikk, hogy amennyiben a hadiadót, általában arról volt szó, ha a hadiadót, az adó megajánlás, pótadó megajánlást kéri a király, de nem tud hivatkozni országgyűlési határozatra, akkor a vármegye vezetősége nem hajthatja végre. De ebben sincs még semmi különös. Ez még csak a magyar jog. Úgy, ahogy van minden különösebb, kifinomult jogászi érzék nélkül. De ott van a harmadik paragrafus. A harmadik paragrafusban az van, hogy amennyiben mégis végrehajtaná az alispán a törvénytelen királyi rendeletet, a legelső vármegyei gyűlésen válaszképpen a vármegyének le kell őt váltani. És akkor van a negyedik paragrafus, amely bűvös kört van az alispán személye köré, azt egy székelyember javasolta, hogy pedig be annyira ravasz, hogy nem lehet másképp elképzelni. Tisztességesen ravasz. Azt mondja, hogy amennyiben a vármegye közülése nem váltaná le a királyi rendeletnek törvénytelen engedelmeskedő alispánt és a vármegye vezetőségét, a vármegye minden nemese megszűnik nemes embernek lenni, és elveszti a földtulajdonát. Hát ez a kettő együtt jár. 1504, ez a rendi társadalom fénykora, a politikai nemzetnek a nemes atagja elveszti nemességét, mert a királynak törvénytelen engedelmes kellett. Tehát még csak itt tartunk a Szent Koronatan első két kérdésénél, hogy senki se törhet abban a magasságból a Szent Korona, mint közjogi elvonatkoztatás áll. Senkinek nem lett át teljhatalma. És nagyon nagy bölcsesség van abban is, hogy rögtön utána kimondja, hát itt nagyon fontos kérdés mint a hatalom megosztásnak mindkét kérdése. Tehát a törvényhozó és végrehajtó hatalom megosztása is. De van valami, aminek már csak metafizikai megközelítése van, mert azt is kimondja a Szent Korona, hogy miképpen a király sem, hogy láthattuk, ahogy Zsigmond király nem tudta meghatározni a Szent Koronához való viszonyát, a nemzet sem határozhatja meg. Ez azt is jelenti, ezért van metafizikai megközelítése, mert szükségképpen, hogyha a Szent Koronát Isten küldte a magyar nemzetnek, és meghatározott célral, meghatározott üzenettel, akkor nem lehet kétségbe vonni, hogy valami módon sajátos értelmet szán a magyar létnek ezáltal. Tehát nem lehet azt sem mondani, hogy a Szent Korona akaratát nem fogom megbecsülni, komolyan menni. De itt tulajdonképpen kimondatott, és nagyon komolyan vették, hogy a Szent Koronához való viszonyát éppen ezért a nemzet sem határozhatja meg. De hát ez nagyon fontos, mert ebből következik a jogfolytonosság helyreállítás követelménye. És a Szent Koronának a jogaiba való visszahelyezésének a teljes kérdésköre ebből következik. Viszont azt a vádat szokták hangoztatni, hogy hát ez sérti a népfelség elvét. Na most ez a népfelség elvének a félreértéséről van szó itt, ugyanis mindössze annyit kér a Szent Korona tan, amikor arról beszél a régi magyar politikus.
remélhetőleg a jövendőben is sok magyar politikus fog erről beszélni, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához viszonyát. Mindössze arról van szó, hogy nem követheti el azokat a hibákat, amelyek létében veszélyeztetnék. Például nem cserélheti ki szerves fejlődés által létrejött alkotmányát idegenből kölcsönzött közjogra, ahogy ez megtörtént a II. Világháború után. Mert tudják, tudták, bölcsek voltak, tudták, hogy ha szerves fejlődéssel alakul ki a jog, akkor olyan, mint az élő szervezet. Hogyha idegenből kölcsönzik, olyan, mint a műszer. Ez nagyon egyszerű, a mai politikus nem fogja fel, a régiek nagyon jól tudták. A másik dolog, hogy semmit az égvilágon nem lehet elkövetni, ami létében veszélyeztetné a magyar királyságot, a magyar nemzetet. Például nem játszhatja át a stratégiai fontosságú iparágokat idegeneknek. Tehát leállította volna a Szent Korona a buta privatizációt. Az idegennek gazdasági hatalomba, akik ráadásul felelőtlenül lehetnek a gazdasági hatalom birtokosai. Tehát erre kell gondoljunk, amikor ezt mérlegre tesszük, ezt, mert ez volt a legsúlyosabb követelmény. Hát tartunk egy kis szünetet, mert közjogi kérdésekről nem szabad beszélgetni állítólag, csak egy óra 10 perc, utána kötelező szünetet tartani, és a Szent Korona tan további kérdéseivel fogunk foglalkozni, amelyek közül nagyon fontos és nagyon érdekes kérdés a Szent Korona tagság közjogi fogalma, a Szent Korona tulajdonjoga. Nagyon érdekes kérdések vannak még a Szent Korona jogainak és a királyi felségjogoknak az összehasonlítása. Ez egyelőre nem olyan időszerű kérdés, mint a Szent Korona tulajdonjoga, de nagyon fontos kérdés, és nagyon elmélyülten kell tanulmányoznunk a jogfolytonosság helyreállításának kérdésköreit. És tehát szünet után ezekkel fogunk foglalkozni. A Szent Korona tannak a legrejtélyesebb kérdésével fogjuk folytatni, ez a Szent Korona tagság rejtélyes fogalma. Ennek lényeg az, hogy a Szent Korona nem csak a magyar államhatalom legmagasabb rangú alakja, és mint ilyen közjogi elvonatkoztatásként, és mint égi lényként, tehát ezt a Szent Korona misztériuma felől kellene megközelítsük, a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, hanem élő test. Élő test, akinek, nem aminek, akinek tagjai részei vannak. Na most tagjai vagyunk mindannyian. És a kérdés az, hogy fel tudjuk-e fogni méltóképpen, hogy ez mit is jelentett a régi korokban, és mit fog jelenteni a jövendőben. A lesz jövendő. Tehát itt arról van szó, hogy a Szent Korona tagjai, a király, a főpolitikus, aki lehet király, lehet kormányzó, Hunyadi János is az volt, Horthy Miklós is az volt, lehet elnök, de nem bírhatja a hatalom teljességét, mert a Szent Koronában egyesül a jogvilágában, a Szent Korona többi tagjaival, és Szent Korona tagjai ma a leszármazottjai a Szent Korona egykori tagjainak. Itt csodákat mondhatnánk sok mindenről, tehát sok, bármilyen irányból megközelítjük a Szent Korona tagság kérdését, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy csak észszerű választ adunk, akkor is csodákról kell beszélnünk. Ugyanis annak tudata, hogy valaki a Szent Korona tagja, meg is határozta a magatartását. Mielőtt erről beszélnénk, annyit mondanék még el, hogy nem csak a személyek a Szent Korona tagjai, hanem
akkor, amikor még a jogkiterjesztés előtti időkben, tehát 1848 előtt, tartományok, városok is, és különös módon lesz ebben a szentkörnyi tagságról azok a városi, például a dalmás városok hivatalnokai, vagy pedig azon tartományok főtisztségviselői írtak, akik számára nagy újdonság volt, hogy a Szent Korona tagjai. Például a dalmáciai városok így leveleznek Velencével. Velence a hagyományos ellensége a magyar királyságnak, de így leveleznek Velencével, hogy rossz hangulatban vagyunk, mert szenved a Szent Korona. És leírják, hogy miért szenved. Tehát nagyon rejtélyes dolog, hogy mi a Szent Korona tagság. És rengeteg joggal járt, és rengeteg kötelezettséggel. A kötelezettsége abból állt, hogy tisztességesen kell politizálni és élni. Tehát nagyjából ebből állt. És még valami nagyon fontos volt, és erről már beszéltünk szerencsére Nagy Lajosról szólván, hogy Nagy Lajos rejtélyes módon fontosnak tartja, hogy vegyék be az 1351-i dekrétumban az, hogy érvényesüljön az egy és ugyanazon szabadság ellen. Hát ezt támasztja alá a Szent Korona tagság közügyi fogalmának azt a szent követelését, hogy a mellérendelés elvének kell érvényesülnie a magyar politika életben, és nem az alárendelés elvének. És itt legszívesebben felolvasnám, de nem lesz erre időm, de a vonatot már lekisztem, hogy lehetne, hogy hát két nagy példával lehetne ezt, hogy mi a Szent Korona tag. Egyébként az első riport példája is azt igazolja. Ő akármilyen rossz magyar király volt, akarata szerint, a valóságban nem tudott olyan rossz király lenni, mert a Szent Korona tagság közügyi fogalma meghatározta a magatartását. Tehát pont úgy tudott engedni, mint Zsigmond király. De a nagy rejtély az, hogy hát ebben a úgynevezett ordonikus államszemléletben, amin oda tartozik a Szent Korona tagság közügyi fogalma is, úgy is szokták mondani, hogy a király a fej és a nemzet, a test, a végtagok, stb. De hát nyilván hozzáteszik rögtön, hogy azért a fej se tud létezni a test többi része nélkül, és hogyha a fej ezt nem veszi figyelembe, akkor magát is megsemmisíti, meg az egész szervezetet. Tehát nagyon nagy bölcs államtudományban emlőtt, hogy ehhez így ragaszkodtak. De a legfontosabb, hogy érvényesült, és ez magyar sajátosság, éppen úgy, mint az Alispán intézménye, hogy érvényesült a mellérendelés elve. Erről a legszebb könyvet egy olyan ember írta, aki nem szívesen írt a Szent Korona tagról, mert az ő korszakában ő mérges lett. Mert valaki ki akarta sajátítani valamilyen félre a Szent Korona tanát, és akkor azzal ő küzdelemben, kemény küzdelemben megvívott, Karácsony Sándorról van szó, erről a küzdelemről most nem beszélek, csak arról, hogy a Magyar Észjárás című könyvébe ennek a titkát fejtegeti, hogy miképpen lehet az, hogy érvényesül a mellérendelés elve, még a tábornok és a közlegény viszonyában is. És összehasonlít bizony egy német tábornokot és a közlegényét, a magyar tábornokot és a közlegényét, és rádöbben, hogy a közlegény rejtélyes módon figyeli a tábornokát olyan szempontból, hogy méltó tábornok-e. Máshol ez nem szokás, nem érti, hogy ez miért van így. És Karácsony Sándor itt azt mondja, azért, mert a nyelv kényszerítő ereje, meg a hagyományok kényszerítő ereje, és felhívja a figyelmet egy olyan rejtélyre, amivel a történelemtudomány
Nem csak, hogy nem tudott megbirkózni eddig, hanem fel sem merte vetni. Hogy amikor 1848-ban a Szent Korona tagságot kiterjesztették az egész népre, amikor minden magyar állampolgár nemes lett, mert nem szüntették meg a nemesi kiváltságukat. A nemesi kiváltságok egy részét akkor szüntették meg, amikor bevezették idegen mintára, de nem lehetett ez ellen tenni akkor semmit, mert hát olyan volt, mint ma a globalizáció, de nem voltunk annyira kiszolgáltatott helyzetben, mint ma a globalizációval szemben, amikor a kötelező katonai szolgálatot bevezették. Sérült a Szent Korona tagság közjogi fogalma, ugyanis a Szent Korona tagságban, aki katonáskodott, annak nem kellett adót fizetni. Tehát így volt ez a régi magyar jogban, de most nem erről beszélgetünk, hanem a rejtélyes mellérendelés elvéről. Tehát Karácsony Sándor megközelíti a nyelv felől, de amikor a nyelv felől megközelíti, akkor felvet egy kérdést, amit nagyon komolyan kellene vennünk. Hogy a rendi társadalom ideje alatt a magyar nemzet lelkiállapota nem változott. Tehát mi a rendi társadalom? A rendi társadalom az, hogy a birtokos réteg nemessé válik. A nem birtokos réteg jobbágyá válik. Ami a zsenérvilág, az nem magyar sajátosság, az nem a közjog által meghatározott, de ez a magyar életben meghatározott. Kiderül Karácsony Sándorból, hogy a magyar jobbágyság, akiről azt hittük, hogy fel se fogja, hogy mi a Szent Korona tagság, végig úgy él, mintha Szent Korona tag lenne. Ez a titka annak is, hogy amikor 48-ban bejelentik az áprilisában, a pozsonyi országgyűlés már elhatározza a Szent Korona tagság kiterjesztését az egész népre. A magyar, akkor még ezt tisztelettel mondták, de ezek most történelmi, a magyar parasság, a magyar gazdaréteg megserendül. Olyan volt, mint hogyha azt mondanák neki, hogy igyam már meg azt a pohárbort, és méltósággal megitta azt a korsóbort, nem pohárbort, és felfogta, hogy úgy kell élnie, mint eddig élt, és úgy kell élnie, mint abba az időben, mondjuk az Árpád-kornak az elején, amikor nem született még meg a rendi társadalom. Tehát valamiképpen búvópatakként érvényesült a mellérendelés elve, még a földesúly jobbágy viszonyban is, és ez nagyon érdekes tanulmányozni például Széchenyi esetében. De azt is érdekes tanulmányozni, hogy a Szabó nevű Széchenyi család, mert Szabó István lett volna ő, hogyha nem emelkedik ki valaki a családból, aki által nemessé válik a család, tehát Széchenyi Györgyről van szó, az egész család nem rendül bele abba, hogy nemes lett, vagy aztán főrendű lett. Tehát a magyar társadalomban olyan harmonikus az átmenet a jobbágy világból, tehát a kiváltságokkal nem bíró világból a rendi világba. Na most 48-ban ez megszűnik, és pontosan, és olyan zökkenőmentesen szűnik meg, nem kell magyarázni. Megpróbálják felkészíteni a papokat, tanítókat, hogy magyarázzák meg, mit jelent. És mindenki válaszolja, hogy nincs mit magyarázni, jobban tudják. Tehát nem kellett magyarázni. Tehát itt olyan rejtélyekről van szó, amikkel mindenképpen szembesülni kellene. De most itt azért fenyegetőzően felolvasással, de nem lesz erre idő, mert meg kellene érteni a rejtélyes Kossuth-Széchenyi küzdelmet, vagy például a rejtélyes Habsburg-ház és Veselényi küzdelmét. Mert mi történik? Nem hiszünk a szemünknek, hogyha a Veselényi, de talán beleolvasok, mert az a rejtélyese, de a Széchenyiben nem, abban lehet már beleolvasni egyszerűen. Hanem
arról van szó, hogy amikor Széchenyi megküzd Kossuth Lajossal, akkor nyoma sincs annak, hogy egy arisztokrata, egy nagyon gazdag arisztokrata, 100 000 holdja van, megküzd egy közlemessel. Nem. Széchenyi István küzd meg Kossuth Lajossal. És megnézzük, hogy kik sorakoznak fel Széchenyi háta mögött. Tele vannak köznemesekkel. És kik Kossuth mögött? Tele van főnemesekkel, köztük Batthyány Lajos például. Tehát nem számít, nem szám, nincsenek ilyen érdekcsoportosulások, mint a mai pártrendszer, vagy frakció az országgyűlésben. Tehát nem köti így gúzsba a kezüket. Tehát egyfajta ilyen antidemokratikus valami, ami mint a parlamentáris demokráciában a frakció felelem. És döbbenten tapasztaljuk, hogyha meg akarjuk érteni Széchenyi és Kossuth küzdelmét, hogy Széchenyi az arisztokrata nem vesz részt benne, és Kossuth a köznemes nem vesz részt benne, csak két szent korona tag. Tehát ez számít, tehát nincs. Ennyi kisebbségi érzés nincs Kossuthban. Most, amikor leül egy politikus egy bankára, már majdnem a földre ül le. Kisebbségi érzésével és kiszolgáltatottságával. Ő nem, ő azt mondja, hogy bántották, Rauf úr, akkor most megadom neked. És akkor Széchenyi azt mondja, bántottalak? És hogyha Széchenyi nem lett volna olyan nagy ember, akkor visszaüt. De különös dolog történik, miután megírja a Széchenyi a keletnépét, és Kossuth megírja rá a feleletét, rájön, hogy Kossuthnak van igaza. Ugyanis rádöbben arra, hogy ő, mint a reformkor irányítója, szemkorantagság kérdésköréhez tartozik el is, hogy Széchenyi ki volt a reformkorban, mert ő magyar király volt, rejtélyes módon, de nem a hivatalos király, hanem a szakrális király. Na most ez a legnagyobb, ez a legfontosabb most Nyugat-Európában egyébként, azon kívül, hogy Attilának szobra temeljenek, Róma falainának, az bizonyítaná a szakrális királyság múltját. Az a legfontosabb, hogy tolják helyre a kizökkent időt. Na most a kizökkent időt csak úgy lehet helyre tolni, ha felragyogtatják az archaikus hierarchiát. Az archaikus hierarchiában nincs csalás. Ott mindenki beavatása minőségétől függően foglal helyet, és áttekinthető. Világít. A hivatalos hierarchia sötétség, nem látszik semmi. Nyugodtan lehet hazudni, nyugodtan lehet intrikálni, nyugodtan lehet a nemzeti érdekkel szembefordulni, nem is lehet telepezni. És már Shakespeare megmondta, kizökken az idő, az kárhozat. De nem csak az kárhozat, hogy ő akarja helyre tolni a kizökkent időt, mert nagyon nehéz helyre tolni, mert nagyon nehéz feléleszteni az archaikus hierarchiát, de a Szent Korona átmenti, akkor, amikor a Szent Korona lesz a szakrális király jogutódja, akkor kinyílik egy kapu. Ezen a kapun átszivárognak nagy részük a föld alatt búvópatakként él tovább, de átszivárognak a szakrális királyság hagyománya is. Az egyik legfontosabb hagyomány az archaikus hierarchia. És a reformkorban hirtelen ez az archaikus hierarchia láthatóvá válik, élővé válik. Mindjárt mégis első Ferencnek egy mondat a kedvéjében idézni kell a Veselényi és első Ferenc küzdelméből, de hogyha Kossuth Széchenyi küzdelménél maradva, a nagy dolog az, hogy Széchenyi István nem meri tudatosítani önmagába, hogy ki ő. Egy vajkai nemes megmondta, hogy ő most már meghallhat, mert látta Széchenyi Istvánt, tehát látta a királyt. Aki által biztonságban van a jelendő. Tehát nincs már tennivalója, ezt akarta kifejezni. De Széchenyi István mire jön rá? Hogy minden akarata érvényesült 1825 óta. De az ő akarata nem érvényesülhetett, egyetlen, nem meri kimondani. Egyetlen esetben érvényesülhetett, hogyha ő az uralkodó. És mi a kelet népe, amit Kossuth Lajos elleni? Uralkodói program beszél. És megvádolja önmagát, hogy apropóul használva a Pesti Hírlapot, uralkodói program beszédet lehet mondani.
mint szakrális király. Érdekes, hogy akik még rejtélyesebben voltak jelen a magyar alvékos hierarchiában, azok is mondtak uralkodói programbeszédet, a legbonyolultabb ilyen uralkodói programbeszédet Bóly János mondta el, és azt mondta, hogy attól függ, Csontvár is mondott ilyet majd, de ugyancsak, mint a Szent Korán tagja, de azt mondja Bóly János, hogy hát ha az ő üsztanát, az üznek tanát, amit csak ő tud megfogalmazni, mert ő a szakrális világkirály. Az emberiség komolyan veszi, akkor az emberiségnek lesz biztonságos jövendője. De ha már komolyan veszik, akkor legjobb lenne őt általános világvezérnek nevezni. Hát ez Széchenyi iratai, vagy bocsánat, Bolyai irataiban maradtak fel. Így meg lehet mosolyogni, de ha az egészet megvizsgáljuk, akkor ezen nincs semmi mosolyogni való. Tehát itt még a mellérendelés elvénél tartunk. Na most a nagy rejtély az, hogy nem hirdetik a háborút. A Habsburg ház egész, a Habsburg ház mögött álló egész tisztségviselő kar. Meghirdeti a háborút Veselényi Miklós ellen, mint a Habsburg ház legnagyobb ellensége ellen. És semmi nem történik. Mert Veselényi Miklós tovább részt vesz a háború alatt a magyar politik életbe. Ő lesz, mint kiszemelt, mint nagy ellenfél, és mint létében veszélyeztetett, gondolnánk mi most, hogy az milyen korszak volt. Ő lesz a híres árvízi hajós, aki nem azt fogja fel, hogy ő megküzd éppen a Habsburg házzal, ő azt mondja, hogy ő embereket ment. Tehát nem nagyon zavarja őt a hivatalos hierarchia, különösen. Most én azt olvasnám fel, hogy hogyan látják ezt Széchenyiék, akik szervezik Veselényi védelmét. De nem mondom el, nem olvasom fel hosszú. De a lényeg az, hogy egyrészt mindenképpen fel kellene olvasni, amikor azt mondja, elkezdik félteni Veselényi Miklós Széchenyiét, ugyanis elterjed a híre, hogy mit mondott halálos ágyán a király. Hát a király a halálos ágyán kifejtette a mellérendelés elvét, meg a Szent Korona tagság közüli fogalmát, meg hogy mi a Szent Korona misztériuma, anélkül, hogy tudta volna. De azt hitték, hogy nem ezt mondja sokan, vagy sokáig. Igen. Hát így belolvasok a fel. Az alsó tábla, hát az iratok alapján mondja egy Széchenyi ilyen monodrám, a drámai monológba megfogalmazottam, hogy az alsó tábla Veselényi perbefogását sérelmező feliratának jó az alapelve. A Veselényi sérelmét országgyűlésünk a maga sérelmének tekinti, mégpedig annak alapján, hogy az alkotmányság fő garanciája a szólásszabadság joga, minden köztanácskodáson, mind az országos, mind a megyei gyűléseken. Az országgyűlés nem is kezdődhetett volna jobban. Úgy határoztak, hogy Veselényi ügyében indítványt kell tenni a kerületi ülésen, az országgyűlési tudatosításokban pedig részletes ismertetést kell közölni. Veselényi ügye ettől kezdve közügy. Kimondták, hogy a szólásszabadság a legfőbb őre a nemzet szabadságának. A követek Veselényit éltették. Jó a deák beszéde, fölérve, hogy a felségsértést csak tényleges cselekedettel lehet elkövetni. A gyűlésbeli szólásért hűtlenségi pert kezdeményezni törvény és alkotmány szabadság sérelme nélkül nem lehet. Balog érvel leghatásosabban. A Veselényi által mondottakat, az általa kifejtett elveket, akár ő Balog is vallhatná, hisz nincs azokban semmi, amit büntetni lehetne.
Ha tehát veselényét olyasmiért óhatják megbüntetni, ami nem büntethető, akkor nyugodtan sérelmezhetjük, hogy a vádlók rossz hiszeműen jártak el. Deák ismét a kormány helyben hagyását vagy helyben nem hagyását oly zsinomértéknek, melyen ellenkező véleményét a követ valamely tettéről nyilvánosan ki nem mondhassa, soha el nem ismeri. Az országgyűlés tulajdonképpen jóvá hagyja Veselényi Szatmári szavait. Ha Veselényit elítélik, el kell ítélniük az egész országgyűlést. Összehívom a mágnásokat Illésházihoz. Hát, még egy részt akartam volna elolvasni, de azt hiszem, hogy egy mondatot idézek inkább belőle, hogy megijednek akkor, amikor kiderül, hogy első Ferenc azt mondja a halálos ágyán, hogy azért olyan nagy beteg, mert szembefordult vele az ő szerelmetes fia. Tehát szerelmetes fiának nevezi Veselényit, tehát ilyen lázas állapotba, ami tulajdonképpen megsejtése annak, hogy létezik az a kétfajta hierarchia, és ott már más a helye Veselényének. Tehát nagyon bonyolult kérdés, hogy ki a lázadó, és ki a nem lázadó. És még egy kérdés felvetnék, ez az, hogy 1848 megítélése a szentkoronai tagság felől, ugyanis ki a lázadó 1848-ban? Hát most a háborús konfliktusra gondoljunk, hogy mi történik 48 koraiszén. Az történik, hogy az egyik kormány fellázad a törvényes rend ellen. A másik kormány nem tudja ezt eltűrni, ezt a lázadást, hát az osztrák kormány lázad el. Annyi történik, hogy azért mondom el, mert maga bonyolultságába kell azért látni. Annyi történik, hogy 48 osztrák szemmel nézve úgy kezdődik, hogy Kossuth Lajos a Magyarországgyűlésbe követeli, hogy az osztrák császárság népei legyenek egyenrangúak a magyar királyság népeivel. Tehát legyen nekik is alkotmányuk. Széchenyi ekkor megijed, azt mondja, hogy nem kellene ezzel játszani, mert a Hunniába is megírta volna, ezért nem merte kiadni, de nem tudnak élni az alkotmányos közélet, nem tud felvilágozni náluk, mert nincs tapasztalatuk ebben. És 48-ban úgy ünneplik Kossuth Lajos, hogy a lovait kifogják a hintóból, és a bécsi nép viszi, mert hát egyenrangúságot követelt számukra. Tehát a közjogi megközelítésben itt nagyon különös dolog az, hogy politikai szempontból nézve, közjogi szemmel nézve, melyik az osztrák császárságban vagy a magyar királyságban volt a jobb a helyzet. Lehet, hogy ott a gazdasági élet jobban virágzott, ilyen kérdéseket nyilván nem akarjuk, nem akarjuk elszigetelni ettől a kérdéstől, de hát Széchenyi István is azt mondta, hogy nem szívesen beszél róla, hogy ezzel számolni kell, hogy az osztrák császárság gazdasági szempontból erősebb, ezért a magyar gazdasági életet kell nagyon erősíteni, mert hogyha a politikai szabadságjogok és a gazdasági élet is Magyarországon az erősebb, akkor át lehet hozni Pezsgódára az uralkodó lázat. Ehhez fontos a Láncid, hogy birodalmi főváros legyen. De hogy birodalmi fővárossá kell váljon Pezsgódán, a Széchenyi számára azért fontos, mert mindent a maga bonyolultságában lát, és látja már, 1834-től életent a mozgalmak beszélyeztetik Magyarországot. Tehát szüksége van a birodalmi létre, de csak úgy, ha áttevődik a Magyar Királyság területére a birodalmi központ. Ezt utoljára Rudolf próbálta megvalósítani, hát ennek következménye az, ami vele történt, de ezzel most ne foglalkozzunk. Tehát visszatérve 48-ra és a szentkoronai tagsággal való viszonyára, tehát az történik,
nagyon röviden összefoglalva, hogy 48 tavaszán alkotmányt kapnak az osztrák császárság népei, és menesztik a birodalmi kormányt. Rendszerváltozás történt, megszűnt a birodalmi rendszer, és létrejön két nemzeti kormány. Az osztrák nemzeti kormány és a magyar nemzeti kormány. A magyart neveztük felelős minisztériumnak a történelme. Egyenrangú kormányok, semmiféle alárendelés nincs kettő között. Továbbra sem érvényes az osztrák császárság egyik törvény sem Magyarországon is viszont. De 48 kora őszén az osztrák nemzeti kormány lázadása abból áll, hogy ráveszi 5. Ferdinándot, hogy szedje meg a törvényeket és a megállapodásokat. És nevezze őket ki, mint nemzeti kormányt, a birodalmi kormány jogutódjának, amely nemzetfeletti volt. Tehát tűz és víz összebékíthetőbbek, és ez váltja ki tulajdonképpen a háborús konfliktust. Viszont a Szent Koronatagság azonnal tudta, hogy a Szent Koronát támadták meg. Ezzel. Na most a Szent Korona nem magyar tagja, és azonnal felfogták, és ez a magyarázata annak, hogy Damjanics és a többiek, akik nem is tudtak magyarul egyébként, miért egy katonatiszt nem szívesen követel lázadást, miért a magyar oldalon, miért a természetes számukra a magyar oldalon a helyük. Tehát ez is a Szent Koronatagság kérdésköréhez tartozik, és még hát annyit hangsúlyoznék, hogy miképpen alakulnak át ebben a pillanatban, vagy később, amilyen mértékben tudatosodik bennük, hogy a király megsértette a Szent Koronát, a Habsburgháziak, tehát a Habsburg pártiak, tehát a labancok, hogyan változnak át kuruccá. És hát ez csoda mai világból visszatekintve, de ott van például a kor legnagyobb labanca. Úgy hívták, hogy Józsika Samu. Ez Józsika Samu Zsófia főhercegasszonynak volt a kedvelt embere. És sajnálta Zsófiát, hogy hát milyen rosszul érzi magát Kossuth Lajos miatt. Hát azok Pesten mit csinálnak, kérdi mindig Zsófia, miközben ott szeretne, ilyen gombolyagot fogja, vagy nem tudom mit csinálhatodik. Erkölcsös világ, tehát a kedvelt ember nem azt jelentette, amire mondjuk egy 21. századi fiatal gondolna, és ott a gombolyagot tartva mondja neki, hát felséges asszony, hát bántják ezek felséges asszonyomat, hát én nem ijeszt rájuk. Ez kicsit anekdota ízű, de megvan a valóság alapja. Azt mondja, hát itt van ez a jeles is, tegnap is itt volt, itt lábatlankodik, itt főherceg asszony szalonjába. Hát az a horvát határőrség ennek engedelmeskedne. Hát parancsoljon rá, legyen a sicsra, tudja a főherceg asszony, hogy kinek kell szólni, hogy ez a parancs. Éles parancsá váljon, amit végül is hajtanak, és ilyen a sics, menjen el horvát határőrséges. Kossuthék meg se állnak az ország határig. Hát meg is történik, elindul jel a sics, hát pákozik, jön az szépen. De nem az történik, amit Józsika Samu megjósol, és akkor jelesítsék szépen. Elvonulnak Bécs felé. De ez a Józsika Samu. Széchenyi naplójában benne van, 1849 után olyan kuruc lesz, hogy nincs párja, illetve rengeteg párja van, ez a szerencse. Tehát, hát ma nincs párja. A nagy politikai életben mondjuk, hát a politikai életnek azon oldalán, amelyik a nemzeti érdeket nem veszi figyelembe. Tehát Józsika Samu is egy olyan volt, aki ideig nem fogta fel, hogy mi a nemzeti érdek. És Széchenyinek már a passzív ellenállást, amikor irányítja Dublinből, az egyik leghasznosabb munkatársa, mert őt küldheti mindig be Bécsbe, hogy a barátaitól meg a barátnőitől tudja meg, amit neki, mint hadvezérnek tudni kell. És nagy kurucként viselkedik ez a Józsika Samu, de semmi rendkívül nincs ebben, Szent Korona tagként viselkedett.
Vagy például, amikor Pálffy generális és Károlyi Sándor leülnek a szatmári végét megfogalmazni, akkor kimondják, hogy éljen a Szent Korona, éljen a magyar alkotmány, ez a kettős érthetetlen, többit össze lehet foglalni. Tehát kimondják azt, amit 49 után csak 65-ben kezdődő tárgyalásokon lehetett kimondani. Azok is csak Szent Korona tagokként viselkedtek. Hát, amikor ilyen nagy dicsérettel szóltak, annak idején még a román vajdaságok is a Szent Korona tagjai voltak, és most már ez ki, nem tudom, nincs benne a történelemkönyvekben, az övék évese, de nagyon nagy megtiszteltetésnek tartották. Hát a Szent Korona tagság az összefüggésben van a Szent Korona tulajdonjogával. Ez a másik nagyon fontos időszerű kérdés. Hát a Szent Korona tagság tulajdonképpen arról szól, hogy milyennek kellene lennie a politikai életnek. Tehát milyen volt régen, méltó a Szent Korona tagsághoz, mennyire méltatlan ma. Na most, a Szent Korona tulajdonjogának a lényege az, hogy minden birtokjog gyökere a Szent Koronában van, és minden birtok a Szent Koronánál száll vissza. És onnan tudjuk, hogy nem lehetett ezt kijátszani, mert ha bármelyik habsburgházi magyar király nem magyarnak földet akart juttatni, nem tette meg, amíg az nem tagja a Szent Koronának. De ő nem tette a Szent Korona tagjává, csak a Magyarországgyűlés. Tehát mindig a Magyarországgyűléstől kellett kérnie a honfiúsítást. Ez azért is bölcs dolog volt, amellett, hogy szent is, mert a Szent Korona kérdésköréhez tartozik, és itt mindig megtaláljuk a szakrális vonatkozásokat, mert nem az a veszély, fent állt az a veszély, ami most fennáll, hogy valaki idegenként megvásárolhatja olcsón a magyar termőföldet, kihasználva azt, hogy betervezetten olcsón tartják, az élelmiszeripar ezt meg is tudja oldani ezt a kérdést, mert tulajdonossá válik felelősség nélkül. Tehát ez nagyon fontos volt a Szent Korona tulajdonjogában, hogyha a magyar nemzet a saját közjogi hagyományai szerint lépett volna be az Európai Unióba, a Szent Korona tulajdonjogához ragaszkodva, akkor nem is lehetett volna erről tárgyalni. Itt valamilyen engedményt kellett volna tennünk, mint a dánok esetében, amikor a földkérdést felvetették. De a másik kérdés az, hogy nem csak a földtulajdon a Szent Koronáé, hanem a stratégiai fontosságú iparágak vagyonával kapcsolatos jogok összessége illette a Szent Koronát. Tehát a privatizációt, ha végrehajtják a Szent Korona tulajdonjoga figyelembevételével, akkor a következő iparágakhoz hozzá lehetett volna nyúlni, de külföldinek semmit nem lehetett volna belőle adni. Energiaipar, élelmiszeripar. Élelmiszerfeldolgozóipar, tehát és úgy ennek megfelelő kereskedelmi iparágak, stb. Tehát a magyar gazdát nem tudták volna olyan állapotba kényszeríteni, amilyenben ma van. És mindannyian sokkal gazdagabbak lennénk, mert hát brüsszeli közgazdászok is bevallják, hogy az élelmiszeripar privatizációjával, rossz privatizációjával legalább 10 milliárd dolláros az évi vesztesége a magyar államnak. Most ha megszorozzuk 16-tal, akkor már 160 milliárd dollárnál tartunk, és akkor már nem nehéz elhinni, hogy miért alacsony az életszínvonal. Tehát ezt azért kell figyelembe venni, mert innen látszik, hogy miért volt a nagy hiba, hogy nem állították erre a jogfolytonosságot a rendszerváltoztatás idején. Külföldiek jobban észrevették, mert itt ezt nem tanították az egyetemen. Tehát akik döntöttek ebbe a kérdésbe, nem is biztos, hogy tudták, hogy miről van szó. De elfogadtak olyan buta tanácsokat, még fizettek is érte, hogy a privatizáció célja nem gazdasági, mert a struktúraváltás a lényeg.
Tehát most ezt fizettük. De hogyha a Szent Korona tulajdonjogát figyelembe veszik, akkor semmi baj nem történhet, mert a Szent Korona nem engedi, hogy ezeket a hibákat elkövessék. Csak amikor a politikai élet úgy tesz, mintha Szent Korona nem létezne, Szent Koronától nem létezne, akkor hibákat hibára halmoz. Például, hogyha nem szoktam táblára írni, de most ide rajzolnám, hogy például egy magyar, nem kell oda rajzolni, számot mondok csak, hogy egy magyar politikusnak a magatartását, a Szent Korona tan, például egy magyar külügyminiszter magatartását, vagy gazdasági miniszter magatartását, vagy miniszterelnök magatartását, 90%-ban meghatározta a Szent Korona. 10% hibázási lehetősége volt. Ha nem határozza meg, tehát 100%-os a hiba elkövetési lehetősége. Már ez is nagyon komoly, nagyon komoly érv lenne a Szent Korona mellett. Hát most akkor térjünk át, nem beszélek én most a királyi felségjogok és a Szent Korona felségjogai közti viszony a régi küzdelmekbe nagyon fontos volt. Most ami nagyon fontos, ez a jogfolytonosság helyreállításának a kötelezettsége. Ugyanis ez abból ered, hogy a Szent Koronát Isten küldte a magyar nemzetnek, a régi korok magyarja úgy mondta, hogy angyal hozta. Tehát a magyar nemzet nem dönthet úgy, hogy nincs itt. Hát templomban se lehet azt mondani, hogy jó, én itt vagyok, de megszakítom az éggel a kapcsolatot. Szóval ez ilyen abszurditás ez is. Tehát a jogfolytonosság helyreállítása az kötelezettség, az nem is csak jó, de ha megvizsgáljuk, hogy mi következett mindig a magyar történelemben a jogfolytonosság helyreállítás után, milyen fellendülés, akkor azt mondhatjuk, hogy a jogfolytonosság helyreállítás olyan fegyver volt a magyar nemzet kezébe, ami által legyőzhetetlenné vált. Hát a hazugházi uralkodók, mint mondottam, fel se tudták fogni magyar királyi kötelezettségeiket, és szembefordultak a magyar érdekkel, a magyar élet leállt. Ahogy kimondták, hogy megszakadt a jogfolytonosság, a magyar élet leállt, így állt a magyar élet szünetre, erről beszélgettünk a 49 utáni korszakban. És amikor a jogfolytonosság helyett a országgyűlésen megvizsgálták, hogy mi történt az abszolutizmus idején, akkor mindig figyelembe veszik azt is, hogy hát a kulcsmondat jogfolytonosság helyettáskor az, hogy meg nem történt, én nyilvánítom mindent, amit a közjogban a magyar nemzet akarata ellenére történt. Tehát egy pillanatra mindent törölnek, még a telekkönyvet is egy pillanatra, utána feláll egy országgyűlési képviselő mellett, alkotmányos monarchiába, az jobban működő demokrácia, erről még sokat lehetne beszélgetni. Királynak sose volt akkora hatalma, mint a mai miniszterelnöknek, csak a történelemkönyvek találják ki, de bizonyítani nem lehet. Ha visszaért a hatalmával, akkor lehet, csak annak mindig megvolt az ára, tehát felelősségre is vonták azért. Tehát meg nem történt, én nyilvánítanak mindent, ami a közjogban a magyar nemzet akarat ellen történt, de hát demokratikus politikai életben vagyunk. Bárki felállhatott, és azt mondhatta, hogy de, én azt mondom, hogy az abszolutizmus idején hoztak egy rendeletet, vagy egy törvényerő rendeletet, vagy nem tudom mit, abból alkossunk törvényben, jó volt. Hát ez bekövetkezett még második József uralkodása után is, amikor bejelentették, hogy mindent törölnek, utána azt mondták, de ami a protestáns egyházakra vonatkozott, bemerjük. Mert megteremti az egyenlő esélyek elvét a felekezetek viszonyában. Tehát második József úgynevezett királyi rendeleteiből is vettek be a magyar corpus jurisba. Ugyanígy az abszolutizmus után, tehát a kiegyezést előkészítő országgyűlése, például nem mondták azt a telekkönyvre, hogy az nem jó, mert az abszolutizmus idején vezették be, hanem törvényt alkották róla, hogy jó, és elfogadták. Tehát nem olyan egyszerű ez. Hát egyetlen esetben történt meg. Legutoljára a magyar nemzet 1920-ban állított helyre jogfolytonosságot,
és egyetlen esetben nem élt ezzel a jogával, az orosz-szovjet csapatok kivonulásakor. Akkor be tudja jelenteni a korabeli Magyarországgyűlés, hogy helyreállítjuk a jogfolytonosságot, megszűnt volna az államadósság, bősi szerződés, rengeteg meg, és érvénybe lett volna a Szent Korona Tama és a történelmi magyar alkotmány, de nyilván meg kellett volna vizsgálni azt, hogy mit kell átvenni abból, ami történt a közjogban, és mivel korszerűt lenné a magyar jogban. Tehát ez is hozzátartozik. De mindennek van megközelítése a Szent Korona misztériuma felől is. Mert a Szent Korona misztériuma felől megközelítve azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet nem állítja helyre a jogfolytonosságot, akkor szembefordul azzal, akit Isten küldött. És ezt mi a maga mélységébe felfogjuk, akkor megértjük, hogy miért olyan fontos a jogfolytonosság helyreállítás és a Szent Korona megbecsültetésért folyó küzdelem. És itt kell felvetnünk azt a kérdést is, amiből kiindultunk, hogy tulajdonképpen ez már nem is csak magyar kérdés, hanem az egész kereszténység, ugye? Mert ez az a közjogi hagyomány, amelyik ha búvópatakként is, de nem csak búvópatakként is, az egész magyar irodalmat, a legjobb alkotásait a magyar irodalomnak megvizsgáljuk ilyen szempontból, akkor döbbenten tapasztaljuk, hogy hát ott van benne a Szent Korona misztérium, akkor is, ha nem beszélnek róla, meg a magyar misztérium játékról szól, amiről a történetkönyvek nem szólnak. Arany János se tudja, se teljesen tudatosan beszél erről a Toldiban, amikor Nagy Lajosról van szó, de erről beszél. De most már ez az egész kereszténység ügye, mert nem tud méltó választ adni a magyar kereszténység erre a nagy kívásra, hogyha nem becsül meg minden olyan hagyományt, amely megsegíti őket abban, hogy a saját útjukat megtalálják a saját hagyományaik felé, a méltó válasz érdekében. És kezdenek rájönni arra, először egy belga történész írta le, hogy Magyarországot nem beszélt magyarokkal, csak titkos iratokat olvasott, olyanokat, amelyeket nem szabad most tanulmányozni a magyar történészeket, egy tabunt kell tisztelni helyettük, de erről most nem lesz idő beszélni. Csak azt akarom elmondani, hogy ez a belga történész azt mondta, hogy magyar először két világháború között mondta ki, magyar történelmi misztériumjáték és Trianonban keresztrefeszítés történt. És mégpedig nyilvánvaló volt számára, hiszen láthatta, hogy mindenki ellen a magyar nemzetet büntetik, a szövetségesei helyett is. És most már kezdenek rájönni arra, hogy ők is Trianon megtévesztettjei, mert amikor, és itt tudni kell, ez a belga is tudta, hogy azért lett fő célpont Magyarország, mert felfogták, az első világháború célja a hagyományos Európa felszámolása volt, nem gyarmatok átszervezése vagy ilyesmi. Hogy aki megveti a lábát a Kárpát-medencébe, az helyre tudja tolni a magyar hagyományok által a kizökkent időt. Ezt nem volt szabad. Tehát ezt elgondolhatjuk, hogy hova tartozó erők döntöttek Trianonban. És miért volt ez misztériumjáték? Miért mondhatta olyan tiszta lelkiismerettel a belga, hogy keresztrefeszítés történt? De itt azt is hozzá kell akkor tenni, hogy Trianonban a saját útjaikat is megsemmisítették az éltető hagyományok felé, és ezt kezdik felfogni. Hát elmentünk egy párizsi barátommal a Sorbonne, ilyen egyetemi jegyzeteit végigböngészni, hogy találunk-e olyat, amelyik védelmezné Trianont, és nem találtunk. A politikus tovább védelmezi, a sarokba szorítják, vagy de négy szem közt ő se védelmezi ezt. Itt eljön Henri Bogdán, párizsi történész előadást tartani, bőven kifejteni. De itt arra is gondoljunk, hogy közjogi megközelítéssel a legnagyobb butaság, eldobni azt a fegyvert, amely mindig győzelemmel segített, hogyha metafizikai megközelítést vállaljuk, akkor pedig az égkel való szembefordulás, Istennel való szembefordulás, és annak nem figyelembe vétele,
hogy ha misztériumjáték, magyar történelem, akkor kell legyen egy olyan utolsó jelenete, amely kötelező utolsó jelenet a misztériumjátékba, annak pedig az a teológiai vagy bölcseleti megalapozása, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisülhet meg, hanem csak megsemmisítettetőnél válik. Hát én ezzel mondottam, be is fejezném, mert nem tudom, de beszélgethetünk bármilyen kérdésről.